Mit tudnál tanácsolni, ha leszeretnék szokni a dohányzásról, és nem tudok? Vannak olyan képek, amelyek tüdőrákban meghalt emberek boncolási eredményeinek a részei. A tüdő teljes felülete körülbelül kettő és fél futballpályányi szövet. Ezt mind be lehet szennyezni kátrányjal. Megnézed és megkérdezed magad, hogy így szeretnék e meghalni? Mert hogyha tényleg nagyon erős dohányos valaki, beszennyezi az egészet, előbb-utóbb szövődmény, és betegség és szervusz. Ha más nem, akkor a környezetét fogja beszennyezni, mert vannak, akik 90 évig élnek, és lázdohányosok voltak 16 éves koruktól, de azok meg a környezetüket szennyezik be. És akkor a kis unoka ott van a térdén, és le tud állni a dohányzás, csak majd elfújom a füstöt. Jaj, jaj, jaj. Istenként. Szóval, vagy a saját lehetséges szenvedésed, vagy a környezet valahogy fel kell, hogy ébreszen, hogy ez a fajta mérgezés és szennyezés, ez nem jó. Nagyon sokat tanultam ugye, boldogult patológus apám munkájából, aki ilyen képeket azért a laboratóriumának a falára kirakott, és mutatta, hogy mondjuk egy adott tüdőrákban elhúnyt ugye volt paciensnek így emetszették a tüdejét, szépen ott lefényképezték, és az olyan szén volt, mint a bányából jött volna fel. Hajrá! Az ételfelajánló szertartás közepén volt egy ilyen érzés, amikor elvesztettem a szöveget, nem tudtam mondani, nem tudtam olyan gyorsan olvasni. A közepén elvesztetted? Hát, a akkor éreztem azt, hogy egy úristen, most így teljesen, így, és hogy így nem, nem, tudom követni, hogy akkor most jól csinálom, nem csinálom. Próbál... Tehát a közepéig tudtad követni. Hát úgy nagyjából. Gratulálok. Az emberek sokkal korábban elvesztik a fonalat. Azt fonal. nem mondtam, hogy énekeltem, és hát, csak két, Két-három szememmel... perc leteszik az énekesként, és így, és így, utaznak a mantra hullámvasúton, de nem, nem, nem követik, ha te a közepéig, tudjuk, ez egy 50 perces szertartás, ha te olyan 20-25 percig bírtad, akkor gratulálok. Tessék. Na most kérdezzél, kellő önbizalommal megáldva. Mond. Szóval, hogy addig bírtam követni, ott elvesztettem, és így bepánikoltam, hogy jól csinálom, nem csinálom, vagy mit is kéne, vagy csak mit jó, az, ha egyáltalán követem. És utána jött egy ilyen érzésem, hogy kiestem abból a hullámból is, hogy az éneklésedet sem hallottam, és valaki így üvöltött a fejembe, hogy mit keresel itt. És azóta így szorít a melkasom, és valahogy nem tudok ettől így... Szóval nem tudok ettől szabadulni és hogy mit, mit javasolsz, hogy mit tegyek, vagy... Tovább kell énekelni. És ezt a lehető legegyüttérzőbben mondom, leestél erről a hullámról, az éned elképesztően erősen visszaszólt, az ismeretlenség, a követhetetlenség, és ebből csinált egy önvédelmet, de ezzel egyedül maradtál. Elszigetelődtél, energiaszint leesett. És hogyha visszatérsz az énekeskönyvhöz, visszatérsz a hangzáshoz, akkor ez az állapot meg fog szűnni, mert a faladon nyitottál egy ajtót, és azon mersz átmenni. Semmi más nem kell, tér vissza az ének hangzásához legalább, hogyha a szöveghez is vissza tudsz térni, rendben van, de ha nem, akkor a fordítást olvast hátul, és ne essél le a hullámról. Szomorúbb nincs, mint amikor a szörföst, a tenger hulláma teljesen beledöngöli a tengerfenékbe. Ezt a part közelben lehet látni. Tehát maradj rajta az a pillanat szörvdeszkáján és az energetika hullám taréján, akármilyen áron. Hogyha csak ott mormolsz valami érthetetlen, de mégis a szöveggel vagy, és hallod, és nem zár be a saját gondolkodásod és ítéletalkotásod, már jól csináltad. Jó? Csak csináld. Csináld. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy lehet egyszerre megtartani az erőnk, erőmet, és egyszerre nyitottnak lenni segítőkésznek? Hogy az a határ, az, az hogy hogyan tudom megérezni, vagy, vagy mit tegyek, hogy túl vagyok, és, és sokszor azt érzem, hogy így elmegy így az erőm. Mikor vásároltál utoljára piacon? Öt napja. Tudtad vinni a szatyrot, és. Közben beszélni mondjuk a kofával vagy az eladóval? Igen. Tehát meg volt a nyitottság, és meg volt az erő is. Igen. Oké, okay, ugyanezt belül hogy csinálod meg? Hát Viszed a karmát, és látod? Egyszerre figyelek befelé és kifelé. Pontosan. Ezt hogy tudod megcsinálni, úgyhogy a tudatod nem oszlik meg a belső és a külső között? Úgyhogy nem azonosulok a kívülről jövő impulzusokkal. 50 százalék. Hol a másik 50 százalék? Nagyon jól mondtál. Tedd hozzá a másik 50 százalékot. Nem azonosulsz a belülről jövő impulzusokkal sem. És ez csak akkor megy, hogyha a külső és a belső egy áldott pillanatban egy vált. Most jó forró lettem mindenhol. Köszönöm. Gyere télen is, Darma, beszédre. Hálásan, köszönöm szépen. Ott, tessék. A második napon még nem vagyunk túl, de az eddigi meditációk alkalmával az a tapasztalatom volt, hogy amikor így elkezdenék, tényleg úgy érzem, hogy most fókuszálok, és most, most már úgy ott vagyok, tudok figyelni befelé, akkor elkezdem altatni magamat. Az hogy van? Hogy csinálod? Valahogy. Azt gondolom, hogy azért csinálom, mert hogy, hogy ne tudjak figyelni magamra. De intravénáson vagy tablettával, mert <laughs> Nem, én nem tudom nyitva tartani a szememet, és így, a a szoráját, így fel kell így ébreszteni magamat. Teljesen beletrafáltál egy olyan meditációs problémába, amelyet a régiek is említettek, mert hidd el, hogy a monasztikus változatban ez hamarabb és gyakrabban előfordult, mert nem volt annyi tudattárgy, nem volt annyi életprobléma, amely mondjuk hónapokon keresztül ott benned munkál és ébren tart. A munkám, a gyerekeim, a családom, a stb. Sokkal hamarabb beállt ez a szamádi helyett való állapot, és nagyon sokan azt hitték, hogy ez az egyévváltság és éntelenség teljes szerű állapot, ahol ott csak elaludtak. Ezt abból látod, hogy nincs tér körülöttük. Tehát be vannak zárva egy ilyen kis virtuális szarkofákba, ahol az álom géz a mumiát betekeri, és ott alszik. Egy ideig függőlegesen, és utána pedig egy páf, mint a balta, eldől. Ezt úgy lehet csinálni, nem kell kionkosszonyi még visszamenni a legszakállasabb a három pátriáka között, aki ezt úgy oldotta meg, hogy egy kardot tett egy az álla alá, és száz napig nem aludt. Ezt nem javaslom. Mondjuk a következőt végig, végig javasolnám. Ültem, Igen, na, akkor ő a tanítód. Nagyon sok történet fűződik hozzá, nem volt éppen szívbajos, hogy úgy mondjam. A Mangong fűződő története az az egyik legszebb. Fiatal szerzetesként Mangong meglátta a nagymestert, aki ilyen totál hippi szerelésben, szakállasan, Tényleg foltos ruhában, mindenféle ilyen protokolt fölülírva, még lehet, hogy mezitláb is volt. Képzeld el. Olyan darma beszédet tartott, hogy ott mindenki leesett a székre. Mangong mint fiatal szerzetes, meghúzgálta ruhát, egy, Szunyim, Szunyim, szeretnék a tanítványod lenni. Oké, okay. elvitte Donghaksába, négy évig legyél ott. És utána néha látta, kész. Okay. Ugyanis nagyon fiatal volt, zen gyakorlat kellett, az egy nagyon jó zenkolostor volt, ma is működik egyébként. Magunk szünyém 20 éves korára azért az zen rendesen elsetított, és akkor már érettél vált arra, hogy ilyen mélyebb kérdések is foglalkozzanak. Itt az van, hogy az éberséget túlzuhan. Az egyik a szétszórtság állapota, amikor itt mindenhol van egy kis a lángosózó, egy kis palacsintázó, egy kis kürtős kalács, egy kis bukta, egy kis pékség, bármi, csak egyen valamit az elme. Bármi. És rohan egyik helyről a másik. Ez egy szétszórt állapot. És amikor a centeredet először megérzed, és így megnyugszom, mert végre a pillanatban egy kicsit jelen vagy, és így megköszönöd a tíz világ összes buthájának, hogy ezt hátrahagyták, mint tant, akkor ez csak a mágnes az összes vasreszeléket magához rántja, és akkor egy ilyen nagyon finom, egy ilyen húzó érzés van, hogy na itt már nagy baj nem lehet. Bum! Megszűnt az állandó tánci tánci, és akkor belealudtál. Na, ilyenkor kell a szempillantást fölemelni, ha csukva volt a szemed, kinyitni, hogyha a tantiáned nem volt meg ismét itt lenni, és összekötni az ülésedet és a fejednek a tetejét egy ilyen egyenessel, ezt úgy hívják, hogy gerinc és tarkó így együtt. Tehát ha érzed a párnát magad alatt, és érzed a fejed fölött az eget, és a tantiened ott van a helyén, és a szempillantásod kicsit fölemelve, tudja, hogy nem alszol el. Tehát van egy olyan gyakorlatunk, ami évente egyszer, ez úgy hívjuk, hogy intenzív hét, ez a 90 napos elvonulásnak pont a közepe, a hetedik, erre érdemes fölkészülni, hogy tényleg ne aludjon el senki, de a helyzet az, hogy ö, olyan három és fél óra alvás van naponta, és az utolsó éjszaka semmi. De addigra már annyira kigyúrtad ezt az éberséget, hogy technika nélkül végig tudod ülni. Miért? Mert a technika húzna le. Tehát, hogyha gondolkodni kéne a technikán, akkor az a gondolat az verne a földhöz. És meg lehet ezt úgy élni, hogy nem csinálsz semmit, de teljes éberségben ott vagy. Ha bármit mozdulna a tudat, ha megjelenne egy gondolat, már az elég lenne, hogy teljesen belealudjál, úgy, ahogy van, mert annyira érzékeny az egész. Úgyhogy erős center, körkörös tér tudat, nem fókuszált szempillantás, nagyon világos föld- és égkapcsolat, teljes vertikum a centerrel, és megoldod. Köszönöm. Szívesen. Én az életem több pontján szeretnék lezárni dolgokat, ami egy ideig meg is nyugtatott, hogy ezt így eldöntöttem, és szeretnék túl lenni dolgokon. Aztán később pont az ijesztett meg, hogy azt tudom, hogy hol nem szeretnék lenni, viszont azt egyáltalán nem tudom, hogy hol szeretnék lenni. Amíg csak azt tudod, hogy hol nem szeretnél lenni, addig ott vagy. Igen nagyon fontos az, hogy lást hol gördítesz akadályt magad elé. Mert magunk csináljuk. Nem okolhatjuk sem a szüleinket, sem családunk egyéb tagjait, barátainkat, ellenségeinket. Ezeket az akadályokat magunk csináljuk a saját meggyőződéseinkből, a helytelen hitrendszerünkből. És mindaddig, amíg az énség, az önkép része a hitrendszernek, addig nem lesz egyenes az út, és nem lesz torzítatlan a tükör. Hát egy olyan hitrendszer kell, amelyben te, mint személy benne vagy, de az én képed az hiányzik onnan. Ezért van a menedéknek óriási jelentősége, ezért van a három legértékesebbnek óriási jelentősége, mert hogyha tényleg a tanító, tanítás, tanítványi közösség hármasságát te éled, benne vagy, gyakorolsz, akkor a saját magad által teremtett akadályok elsősorban megmutatkoznak, másodszorban elháríthatod őket. Azért van a kórház, hogy ott te meggyógyulj. Azért van az autószerviz, hogy a járműved végre menetkész legyen. És azért van a darmaterem, hogy végre ébredj föl. És hogyha te ezt így erre használod, akkor meglátod, hogy hogyan gördítesz akadályt magad elé, és visszafordítva a folyamatot, már megszűnsz akadályokat teremteni saját magad és mások előtt. Mert akik tőled függenek, benned bíznak. Úgy érzik, hogy rajtad múlik, azoknak ez ugyanúgy akadály. A családdal kapcsolatban kérdezik, hogy akkor ez most hogy van? Nem tudok ezen kiigazodni. Azért születtem olyan családban, mert olyan vagyok, amilyen, amit most az arcodon látok, azt a szánalmat nálad is, hogy mennyire szánalmas vagyok, ezt látom. Ez borzasztó, borzasztó. Vagy, vagy, vagy ők tették ezt velem, és nem, nem tudok nem, tudok nem haragudni rájuk, és elviselhetetlen, hogy mennyire haragszom. Az együttérzésemre, ha haragszol, akkor ezből belőle szánalom. Nagyon érdekes. Ez együttérzés, ami? Bizonyám, csak nagyon nehéz elfogadnod, és ezért, amikor a kicsit paprikás reakcióval keveredik, na akkor szánalomnak látod. Én nem sajnálok. Tudod miért? Mert mind a kettő igaz. Azért születtél oda, mert olyan karmád van, amilyen, és ők azt tették veled, főleg gyerekkorodban, amit, és amikor te erre rájöttél és tudatosodtál, akkor elkezdted visszaadni. Már én akkor. Meg? Bizony. Ezt nem is tudtam. Ez így Mikor megy. Mikor kezdtem el visszaadni? Ez... Mihelyt rájöttél, hogy képes vagy Mikor rá. Mikor jöttem rá? Azt sem Nagyjából tinédzserkorban szokik az ember erre. ezt úgy, hogy pubertás, és akkor elkezdre van sokat venni. És hogyan csináltam én ezt? Isten bizony. Hát a lázadás az. különböző formáival Aha. maradjunk így és utána az önállósodás nagyon kemény és néha hiába valónak tűnő a küzdelmeivel, hogy neked végre önálló véleményed legyen, igazod legyen, ez legyen, az legyen, amaz legyen, és leszakadja szülőkre. De és nem tudtam nagyon sokáig. Pontosan, és ezért belül egy olyasféle reakció tömeg maradt, hogy amikor rám nézel, még mindig az apáddal vitatkozol. Ugye? Hát, mert ő is így néz rám. Ahogy te. szán, akkor Lenéz, lenéz. Azt Lenézlek? Hiszem, hogy ő lenéz. Igen. Lenézlek? Nem, nem, te az apám. Jó, akkor sikerült az Mindig első tiszta megkülönböztetést ma végrehajtanod. Én ezt szívből köszönöm, mert ma este a zuhany alatt nem kell levakarnom magamról azt, amit rám projektáltál, és ez nagyon jó. Tehát feltesszük a kérdést. Nem akartam, sajnálom. Ne sajnálj, én sem sajnálok téged. Nem, azt, hogy rád projektáltam bármit is, azt sajnálom. Én meg végképp nem sajnálok téged. Figyelj, jól, nagyon meg. jó, ne is sajnálj. Most, most ez, ez egy ilyen üdítő, kis friss zápor volt a realitásból, ezt nagyon szeretem. Ne is sajnáljál meg, kömben megyek a pokolba. Szóval, amikor egy ilyen probléma merül föl, akkor tedd föl a kérdést, hogy azonos vagy különböző. Amikor úgy érzed, hogy nem tudsz másképp rám nézni, mint az apádra, akkor tedd fel a kérdést, hogy a tanítóm és az apám azonos vagy különböző? Ez azért fontos, mert a megkülönböztetés bölcsessége elengedhetetlen az egység és egyévvállás tapasztalatához vezető úton. Nagyon fontos. És hogyha mersz megkülönböztetni, akkor nem kell ítéletet alkotnod. Jó? Erős centrum tiszta jelenlét, világos érzékelés, természetes módon jön az a megkülönböztetés, ami nem hajlandó mondjuk a tanító szemét apucival összemosni, mert előnytelen. Nem csak igaztalan, hanem előnytelen. Emellett az öreggel szívesen leülök teázni, de a helyzet az, hogy ezt a gesztenyét neked kell kikaparnod. Tehát az utadat neked kell megtalálnod, és az a kezdet, hogy megszülünk panaszkodni a szüleinkre, az a következő, hogy megköszönjük tőlük, amit kaphattunk, mert fölnevettek, itt vagy, megbocsátunk a hibáikért, és elnézést kérünk a sajátjainkért, és amikor ez a kettő megvan a köszönöm és a bocsánat, akkor válik szabaddá az út. És előre néz. Mihelyt megerősödsz, látod, hogy valójában mindig is ura voltál az életednek, csak nem voltál hajlandó észrevenni. És akkor azt, hogy én most elkezdtem nekik visszaadni, abból marad bennem ennyi, ennyi sok minden. Igen, mert nem azt adtad vissza, amit kellett amit volna. Kellett volna. Megdobtak kővel, visszadobtad atombombával, és ez nem lenne tartó. Persze, érzelmi Én atombombá. Én nem észre. Igen, majd nézd meg az érzelmeiket. az érzelmeiket. Jézusom. Egyet még ezzel kapcsolatban kérdezhetek, hogy mm -hmm. amikor olyan helyzet van, akkor honnan tudom, hogy most épp ki kell állnom magamért, vagy nem érdemes beleállnom azzal az emberrel a vitába? Vagy hogy tudom, Nézd hogy... meg, hogy hova mutat az adott beszélgetés vagy kölcsönhatás iránya. Hmm. Azt érzed, hogyha kimondod, mi lesz, ha elhallgatod, mi lesz. Ha táplálod magadban az érzelmet, kivé válsz. Ha elvágod és kiiktatod, kivé maradsz. Ezt látnod kell. Ezért Igen. is kell a tiszta tudati tér. A meditációban ezt tapasztalhatod, hogy az ok és okozat lépéseit, következményeit jól lásd. De ha nincs tudati tér és nincs tükör, akkor miből látnád előre? Pusztán szokásokból, rutinból, reményből és félelemből nem lesz meg ez a tisztánlátás. Fogjuk fel! Lásd az irányt, lásd az okozatiság működését ott és akkor. És akkor el tudod dönteni, hogy beleállj, legyél te egy nagyon komoly én felület, szilárd személy, aki azt mondja, hogy ez így van és kész, hogy váját térré, és benned minden érvényesülhet, és át lehet az egészen menni, nem veszi magára, mert akkor ő nincs, mint önmaga. Ezt el kell dönteni. Jó? Köszönöm. Szívesen. A család és az egyéni karma, az hogyan viszonyul egymással, hogy hogyan kapcsolódik össze? Szorosan meg lehet -e kapni a szülők karmáját úgy, hogy egyébként az nem az enyém, vagy ez lehetetlen, mert az enyém is volt, amikor oda keveredtem. Úgy fűződünk-e össze, hogy összefújja a szél a hasonló karmákat, vagy egymásnak adogatjuk egymás után át azt, amit meg nem oldott. Egymásnak adogatjuk hetedízig len, amíg rá nem jövünk, és akkor elkezdjük megválasztani, hogy mit adjunk. De olyan nincs, hogy a családban ne lenne adok-kapok. Az odatartozás az eszméletlen erős törvény. Te azért születtél oda, mert közös karmád van velük. Ők azért fogadtak be, mert közös karmájuk van veled. Pont. Nincs véletlen, nincs kósza szellő. Egymáshoz tartozunk. De az nem azt jelenti, hogy egymás áldozataivá válunk, mert egymáson követjük el azt, amit akarunk. Nagyon alacsony szintű kultúra ez, hogyha így működne. Tehát segíthetjük egymást a felébredés felé, élhetünk egymás egy átlagos, horizontális életet, és húzhatjuk le egymást a legsötétebb és legmélyebb pokolba is. Föl, középpen, le. Pillanatról pillanatra a döntéseiden múlik, hogy mi érvényesül. A beszéd érzelmek, gondolat és cselekedet csatornáin át. Merre viszed a családot, merre visz a család téged. A felébredettség fokától függ a családi karma minősége. Ezért, ha egy valaki gyakorol, egy idő után az egész család megy fölfelé, még akkor is, ha esetleg nem tudják, nem ismerik, és az elején szokatlan, hova mész? Nem tudom, mit csinálsz. Nem értem ezt a kopaszt a Youtube-on, hiába mutogatod. De legalább tudják, hogy mit csinálsz, mert régen ilyen se volt, és elmentél, hú, mi történik te veled? Beszippantottak, vagy mi történt? Most már legalább tudják, hogy itt mi történik, és ez nagyon jó. De ha valaki nem gyakorol, akkor a családi karmája lehúzza. Ha valaki gyakorol, ő emeli a család karmáját fölfele. Jó? Honnan tudod? Honnan lehet nagyon jól látni? A szenvedés-szenvedtetés versus boldogság-boldogítás egyenesén. Ha több szenvedés és szenvedtetés van, egymást visszük a pokolba, rendkívül terhelt illúzióktól hemzsegő, kapzsiságot és haragot legyártó karma. Ezt nem szeretjük. Egy idő után rájövünk, hogy ennek nem kell így lennie. Nem kell büntetni és bűnhődni. Oké? Okay? És akkor jön az, hogy hát akkor hogyan tartjuk ezt az egészet itt a hétköznapi szinten normálisan, úgy, hogy mindig fölfelé törekszünk, akkor lesz normális és akkor elkezdünk valami olyat csinálni, amitől jobban ismerjük magunkat, jobban toleráljuk a másikat, erősebbek, tisztábbak vagyunk, és akkor egy kis bölcsesség, egy kis együttérzés elkezd csordogálni, és akkor azokat az izzó sebeket, amiket egymásnak adunk, be tudjuk gyógyítani, és engedjük behegedni. És nem szólalunk meg, és nem hánytorgatjuk fel a múltat, mert akkor megint feltépjük a heget. Egyébként nagyon egyszerű. Csak a tudati hátteret kéne mögé tenni, följebb ébredni és csinálni helyesen. Nézd meg a nemes nyolc részét ösvényt, mindegyik úgy kezdődik, hogy helyes, helyes, helyes. Helyes beszéd, helyes életvitel, helyes meditáció, helyes elmélyedés, helyes felébredés. Mitől lesz helyes? Mitől? Ha a tudatod tiszta, akkor ezek az életterületek helyesen művelhetők. De ha a tudatod nem tiszta és nem érte el a nem dualitás állapotát, a tiszta, tükörszerű, térszerű önvalót, akkor nem lesz helyes, mert mindig valami torzulat, valami önkép, valami egoitás lesz benne. Ezért vagyunk itt, hogy ez ne legyen. Az lenne a kérdésem, hogyha megszületünk egy családba, akkor feltétlenül van karmánk mondjuk a édesanyánkkal, vagy édesapánkkal. Bizony. Vagy nem biztos, hanem különböző előző életbeli mintázatnak a következményeképpen születik. Mind a kettő ott. igaz. Nem személyigazolványokat, útleveleket, jogosítványokat, vagy egyéb ilyen azonosító eszközöket követünk, hanem mintázatokat, és ezeket címkézzük föl. Tehát mindegyikünkben van egy anya egy apa-arhetipus, és ezek tudnak változni. De olyan apához születünk, olyan anyához születünk, akik bennünk élnek. Bizony. Én mit tehetnék, hogy nekem édesanyámmal van egyébként a legnagyobb megoldandó ügyem, szépen fogalmazva, és mit tudok tenni, hogy, hogy teljesen együttérzően és megbocsájtóan tudjak érezni és gondolni felé? Egyetlen előfeltétele van. Viseld el, hogy nincs igazad. És tiszteljem. Azt nem. Az egy későbbi következmény. Uh -huh. De ha te erőlteted magadban azt, hogy tiszteld őt, akkor valójában meg fogod ítélni őt. Uh -huh. Először viseld el, hogy nincs igazad. Uh -huh. Utána nézd meg, hogy valójában mire van szüksége. Neki. Bizony. Segítsd őt ebben. Nem kell az akaratát mindenben követni, mert hát anyák nagyon sok sokféleképpen tudják a gyereket így kicsit mozgatni, mint a marionett figurát. Ezt nem kell követni. Válassz szét, hogy mit akar és mire van szüksége. És hogyha ezt meg tudtad tenni, akkor az én rétegének nagy részét leválasztottad ő róla, tehát jobban látod őt, mint korábban, ettől jobban tudod szeretni. És ezek után fogod jobban tisztelni. Előtte nem, ez be kell járni ezt az utat akkor tudod megköszönni, hogy megszült, fölnevelt, bajlódott veled, szeretett, etetett, itatott, ruházott, hordott a kórházba, a beteg voltál, stb. Nagyon nagy munka van egy emberben, mind a két szülő részéről. Csak mindaddig nem szoktunk rájönni, amíg vagy mi nem adunk életet egynek, vagy már túl késő. És még egy kérdésem ezzel kapcsolatban lehetséges. Az lenne még, hogy amikor jelenlétemben ott van, akkor ha teljesen megnyitom a tudatomat felé, akkor minden alkalommal azt érzem, hogy ilyen zuhanó repülésben vagyok, és, és egyszerűen nem merek megnyílni előtte. És igen, Mitől félsz? Attól, hogy beránt az ő szenvedése és a nagyon erős negatív gondolatai és érzései. Másokkal szemben úgy érzem, hogy sikerül egyensúlyban maradnom, hogyha érzékelem. Közeli karmák a legnehezebbek. De az de. anyukám az egyetlen egy személy, aki olyan szinten beránt, hogy mintha így, így mennék le így a pokolba, és így nem merek, hogy belenézek a szemébe, és, és mindig így próbálom. Ö, és gyakorolom, hogy hogy az isteni ényét nézzem, és arra fókuszáljak. Ilyenkor nem tudsz az isteni Énnyére fókuszálni, mert így. az akkor nincs. Igen. Azok a gondolatai, érzelmei, szavai és tettei vannak, amitől éppen szenvedsz, és úgy érzed, hogy a pokorra jutsz. Ekkor nem tudod úgy látni, ez is erőltetést, ez tedd félre. Ne erőltesd, uh -huh. hanem tükröz És ezt a rendkívül erős tűzenergiát, ami benned van, változtasd. Fényé. és ez a fény, ez a tükrözés fénye, nem pedig egy külön fotonnyaláb. Tehát mm -hmm. meg kell kérdezni, mintha nem is ő lenne az anyád. Hogy hallod, amit mondasz? Látod, amit csinálsz? Mm -hmm. ez Érzed a van, saját, nem, ezt élő szóban, pontosan. Jó. Érzed a saját érzelmeidet? Mert engem most éppen elpusztítanak az érzelmeid, de ezt nem fogom hagyni. Látod a saját gondolataidat? Szerintem teljes tévedés, amit gondolsz, de én együtt érzek veled. Tehát a szeretet kapcsolat megvan, csak a térnek kell megnövekednie, mert az nem lehet, hogy a szülők karmáját kövessd. Nem lehet. Mert akkor elveszíted az önállóságodat, Igen. elkezded a szülők legrosszabb álmait élni, és azonosulsz azzal, ami eredetileg nem te vagy csak Igen. oda születtél. Igen. Uh -huh, bizony. Te is látod és láttatod vele. Előre mondom, fájni fog. Hogyha a családba kívülről jön valaki, mondjuk a sógoromról van szó, az ő karmája is kapcsolód, tehát így is kapcsolódnak a karmák, vagy ő csak a hugommal, amikor összejött az ő két karmája. Hát karmájuk. azért elég teljesen kapcsolódik a család többi részével, és a hugodon keresztül. De a sógorság, komaság, néha nem könnyű mesterség, ám? Hát nagyon nem. Ezek a beálló karmák, a bejövő karmák, és akkor tessék ezzel is megbirkózni úgy, hogy a hugodat véded. Nem magadat, a hugodat. A szeretet kapcsolat egyik része az a feltétel nélküli elfogadás, mert anélkül nem lenne szeretet, de a másik része az a bölcsesség aspektus, hogy nem mindent tűrsz el. Tehát elfogadod, de nem mindent tűrsz el. Tessék a paradoxont ízlelgetni. Ha nem húzod ki paradoxra, akkor az egyik vagy másik része a valóságnak elsikkad, mert a logikád szépen lesarabolta, levágta. Nem vagy hajlandó látni az egészet úgy, ahogy azt a logika nem tudja összerakni, hanem bennünk létezik a maga paradox ellentmondásos mi voltában. Tehát van feltétel nélküli szeretet, és van feltételhez kötött együttélés. Egyszerre. És ö, nekem nincs dolgom, ezzel én inkább ne avatkozzak ebben. Csak a hugodat segít, uh -huh. de közvetlenül ne avatkozz bele, ahogy ezt egy nagyon komoly mentorom mondta, úgy kavard, hogy ne ráncson be a kanál. Uh -huh de már sokszor berántott. Akkor megismétlem, úgy kavart, hogy ne ráncson be a kanál, Értem. mert azzal nem érsz el semmit, hogy te is puff belezúzódsz a karmának a forró üstjébe, és várod, hogy valaki téged kikavarjon onnan. Kezedben volt a kanál, miért zuhantál mellé? Tehát itt van az ilyenség kétféle változatának nagyon nagy szerepe, az alanyi egyéválló, vagy a tárgyi odaforduló. Az alanyi váló az, ha te boldog vagy, én is boldog vagyok. De ha dühöngesz, akkor én nem dühöngök veled együtt, hanem megpróbálok megnyugtatni, ez a második, ez a tárgyi odaforduló. Valaki éhes, enni adsz neki. Valaki elcsodálkozik a természet nagyszerűségében, vele együtt nézed az eget és a fákat, és hallgatod a madarak énekét, te is elcsodálkozol a természet nagyszerűségén. Alanyi egyéválló ebből a kettőből, hogy mikor azonosulsz vele, mikor fordulsz vele szembe, ebből egy kapcsolat teljesen felépíthető. Tehát nagyon sokszor kell az, hogy te valakit egy alacsony energiállapotból ki akarsz hozni, le kell érte menni. De ha ott maradsz, akkor berántott a kanál. Tehát, hogyha valaki szomorú, és napokon keresztül szomorú, vele kell kicsit szomorkodni együtt kell szomorkodni, ha kell napokig, de te pontosan tudod, hogy ezt miért csinálod, és ki szépen hozod kifelé. De hogyha nagy lépéssel akarod kirántani, ő fog téged visszarántani a gödörbe, mert ő ott érzi jól magát. Ő az. Tehát ebből az önképből, ebből a tudatosságból kell kivezetni őt, és a hugodat sajnos néha ugye a testvéri szeretet erejével kell tanítani, hogy ez nem te vagy. Ez az, amivel a férjed tett. És ezzel te legyél nem azonosulni, és kihozni magadat, és a férjedet, és a két lányt ebből az állapotból. Miért? Mert nem szeretnénk további szenvedésteli karmát létrehozni. Ez ennyire egyszerű, de tudom, hogy nem könnyű. Ehhez egyébként gyakorlás kell, középpont kell, jelenlét kell, állóképesség kell, tehát azok a minőségek, amelyek mondjuk ezen gyakorlat által megmutatkoznak, amit kihozhatsz magadból. De ezt a hugomnak kéne akkor Először neked? Először nekem. Különben a húgod egy szavadat nem fogja elhinni, mm. még akkor is, hogyha szeretett kapcsolat van. Mit javasolsz arra a helyzetre, ha gyakran úgy érzem, hogy én mindent jobban tudok a másiknál? És már, már felismertem azt, hogy nem tudom jobban a másiknál, vagy hogy inkább ilyen beleszólás, vagy irányítás, vagy egy ilyen kontroll, hogy akkor én vagyok a nagy, ő meg a kicsi, akinek én megmondom, hogy mit hogy lenne jó. És már észreveszem magam sokszor, de bennem marad ez a rossz érzés, hogy akkor is nekem van igazam, vagy hogy csak, csak jobban tudom. Mondok neked erre egy gyógyító történetet. Gyógyú Zemmester meglátogatott két remetét. Megkérdezi az egyiket, elérted? A remete felmutatja a nagy csukott öklét. Gyógyú azt mondja, itt sekély a víz, nem maradhatok. Megkérdezi a másik remetét a másik barlangban. Elérted? Az a remete is felmutatja a nagy csukot, öklét. Gyógyzsú meghajol előtte, és azt mondja, birtokában vagy a legmagasabb rendűnek, mélységes tiszteletet érdemelsz. Miért fogadta el Jújú az egyik választ, a másikat pedig nem? Nem tudom. Ez a gyógyszer. Maradj meg a nem tudomban, csak az arrogancia lekopik. A családtagjainkat ő, hogyan tudjuk a le legjobban támogatni, hogyha ők nem kérik a segítséget így szemtől-szembe. Szóval úgy is segíthetjük őket, nyilván, hogyha imádkozunk értük, vagy, vagy mantrázunk nekik. De be kell vallani úgy érzet, hogy néha lepattan az az ima róluk. Ez így van. Valahogy az a helyzet. Helyes, türelem, türelem. türelem nagyon nagy türelem. Hatalmas türelem kell hozzá hogy te ne legyél az elhárító mechanizmus aktív része. Magyarul pont téged utasítalak el. Mert felajánlottad, és én annyira büszke vagyok, hogy azt mondom, hogy nem kell, mert tudom, hogy ez neked fáj. Tehát türelem, és amikor segítséget kérnek, akkor adsz. A és minden. ez a hozzászokás, ez eszméletlen hosszú idő is lehet, és nagyon nehéz de ha te rátukmálod az emberekre az ételt, akkor el fogják dobni, hiába éhesek. Akkor adj nekik enni, amikor tényleg éhesek és kérnek. És akkor meg fognak becsülni, meg fogják köszönni. Teljesen más. De ha te úgy érzed, hogy épp akkor nekik az kell, és az, ahogy te adod, és fogadják el, olyan alacsony árfolyamon lesz az egész. Nem értékelik úgy akkor. Sehogy nem értékelik. Sehogy nem. Várt ki. Légy türelmes, Jó. ne legyen igazad, kérjenek ők, Köszönöm. és akkor adj. Együttérzéssel, bölcsességgel, átlátva, akkor adj. Előtte nem? Jó? Köszönöm szépen. szívesen. Az én kérdésem a megtartással kapcsolatos. Én nagyon könnyen kötök új kapcsolódásokat, barátságnak induló dolgokat, de nagyon sokszor nehezemre esik ezeket mondjuk fenntartani. És ez egy aktuális kérdés, mert egy ilyen 20 éves baráti viszony érkezett el egy mélypontjára. Mindketten sérelmeket halmoztunk, és úgy gondoltuk, hogy akkor vagyunk jó barátjai egymásnak, ha ezeket a sérelmeket így, így kummogjuk, úgy eldássuk magunkba, mert ezt nem jó hogy felszíne hozni, mert sajnáltuk kb. a másikat. És én bennem fél év alatt, ez valahogy, én januárban kezdtem el a videók hatására otthon egyedül zen gyakorolni, és valahogy fél év után ezt úgy éreztem, hogy nem bírom hordozni magamba ezt a, ezeket a sérelmeket így tovább kumogni, és akkor hát ezt így nyakon öntöttem ezt az embert vele, majd ő is nyakon öntött az ő még régebbi sérelmeivel. És, akkor valamit elértetek, az biztos. Mit értél el? Azt én, én Hát konkrétumokat nem tudok, mert egy, egy nyaralást próbál, azt próbálta elérni nálam, illetve azt beszéltük, hogy vagy ő mondta, hogy menjünk egy nyaralni, és én ezt pattintottam le, így indult az egész konfliktus, hogy nem megyünk el, nem megyek el veled, mert... És akkor így jöttek ezek a nyakonöntések, és úgy éreztem, hogy... Személyesen? Személyesen, személyesen. Akkor volt nyaralás, csak nem ott és nem úgy, ahogy gondoltátok. És akkor egy kicsit kinyílt a, a, a szemem arra, hogy valószínűleg ez az ember tényleg mégiscsak fontos nekem, mert mert valamiért azt éreztem, hogy neki muszáj elmondanom ezt, nem bírom tovább magamban tartani ezeket a dolgokat. Mi a kérdés? A kérdés, a kérdés az az, hogy a kapcsolatok megtartására van-e valami speciális módszer, vagy csak gondoljunk sokat a másikra, és ezt közöljük hát azt ne. A megtartás az az indiai, gyönyörűséges pantheonban Vishnu dolga. Viszont a másik két istenség nélkül a teremtő és a pusztító vagy tisztító nélkül ő sincs. A tudatnak ebben a lineáris, ciklikus időben, ahogy ezt mi érzékeljük, a teremtő funkcióját, a megtartót és a tisztító per pusztító funkciót egyaránt gyakorolnia kell. Tehát nézd meg azt, hogy ebből a barátságból mit kell letisztítani, mit kell levenni, mit kell Elkönnyíteni ahhoz, hogy ez újra teremthető legyen. A három minőség közül egyik sem létezik tartósan a másik kettő nélkül. Nem tudsz úgy megtartani, hogy ne tisztítsd, néha ne pusztítsd, és ezen keresztül ne teremtsd újra. Érdekes, ezt a természet érti, csak a humánoknak van ezzel problémája. Nézd meg a természet körforgását, a falevelek teljesen normálisan lehullanak ott vannak az erdő alján, komposztálódnak, talajba mennek, és végülis a gyökerek ezt a tápot megkapják, és megint szépen friss levelek nőnek belőlük, és gyümölcsök, és minden szépség. Az embereknek van ezzel baja. Tehát a teremtés, megtartás, visszaforgatás, letisztulás, az az életünk része kell, hogy legyen. Lehetőleg minden nap. Mert hogyha nagyon-nagyon felgyűjtöd, akkor nyakonöntés van belőle, ha nem gyűjtöd fel, és minden nap szembenézel vele, akkor tisztulás és realizáció van belőle. Nem mindegy. Én kívánom azt, hogy tartsuk meg azt a tudatot, amely nem teremtett, amely nem keletkezett, de mégis jelen van a teremtésben és a létezésben. Ezáltal tudjuk gyakorolni a teremtést, megtartást és tisztítást, vagy eltörlést. Nem mindegy, hogy a felmosóronynak melyik felén vagy. Ha helyesen gyakorlod a tisztítást, akkor a felső felén, ha nem, akkor elpusztulsz, mert ragaszkodsz a karmádhoz. Kívánom azt, hogy gyakoroljunk együtt, éljük át a pillanat tisztaságát és teljességét, váljunk egyi azzal a lényeggel, amelytől csak a dualisztikus gondolkodásunk miatt távolodtunk el, érjük el a felébredést, és Szabadítsuk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!